Kérem szépen egy pici kis bevezetőt tartanék a dolognak. A dolog számomra kísérlet és meglehetősen extrém kísérlet. Remélem nem lesz belőle túlságosan nagy fiaskó. Elég hosszú ideje egy regényt írok. És a regény persze nem csak sima regény vagy próza, hanem mondhatnám azt, hogy én sajátosan ritmikus próza. Támogat az ötletem, hogy lehetne ezt énekelni is, és lényegében néhány próba után vagyunk. Azt adtam a címének, hogy opera. Viccesnek tartom az egész helyzetet, éppen ezért az alcímének van, ilyesmit mondtam, hogy Kami és Szukatáta. Remélem, hogy egy kimegy. A mű címe a halottak élén megcsillan a nap. Sokszor elgondolkozom én ezen a világon, he-he, rólad, arról, hogy mi az, hogy halott. Sokszor csak úgy elgondolom magam, én különben a gondolkozás ellen vagyok, neveztük ezt gondolkozásnak, te tudod, hogy az. Szóval nevezzük annak, mintha az lenne. Hát igen, az ember azt hiszi, hogy gondolkozik, és tudja, hogy valamit tud, csak azt nem, hogy mit. Istenem, hátolj, Istenem, 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 hátolj, Istenem, hátolj, Istenem, hátolj, Istenem. Persze az ember szeretne hamar túl lenni rajta, én gyorsan neki lát, he-he, azt hiszi, most szépen elmondja magát. Azt hiszi, elgondolkozni csak ennyi, szóval így gondolkozom. Istenem, hát hallj, Istenem, hát hallj, Istenem, hát hallj, Istenem, hát hallj, szóval így gondolkozom ma is, ezen töröm a fejem a világon. Mármint rajtad. Persze az ember szeretné megfogni a megfoghatatlan, miközben megfogható is lenne, he-he. Tudod, mire gondolok? He-he. Na, hogy tudod? Persze néha a gondolkozásból is kijöhet valami, ha végig gondolja az ember, ha arra gondol, amire akar, ha legalábbis azt hiszi, hogy kisüthet valamit. Pedig egy gondolat úgy világít, mint a nap, úgy melegít. Egy gondolaton megérezhető ez a melegség. Én bizony ezt megérzem. Na, gondolom, te is. Van, aki úgy, van, aki ez, van, aki ez, van, aki más, van, aki úgy, van, aki ez, van, aki ez, van, aki más, van, aki úgy, van, aki úgy. Szóval ma is nekilátok oda gondolni egyet. Egy szóval csak úgy gondolkozom, he-he. Mintha az úgy menne, sajnos már régen is tudom, hogy túl sokat megy a fejem. Szóval azt gondolom, gondolok valami jóra. Igen ám, de akármire gondol az ember ilyenkor, már másra se lehet, csak rád. Szóval azért van nálam ez sokszor, hogy nem akarok többé erre. Ám ahhoz, hogy megtudjam, mire nem lenne szabad, muszáj legalább még egyszer arra gondolni. Hát igen, mindig csak egyszer. Istenem, hát hallj, Istenem, 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 hát hallj, Istenem, Istenem, hát hallj, Istenem, hát hallj. Egyszer nagyon régen odajössz hozzám, és azt mondod nekem, legyen úgy, ahogy te gondolod. Legyen így, legyen úgy, legyen ez, legyen ez, legyen így, 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 legyen így
legyen így, legyen úgy, legyen ez, legyen így, legyen úgy. Sajnos, amit ez a világ mond, akkor még magas nekem. Különben az öregem beszél arról először, hogy van egy magasabb világ is. És tényleg a világ egy kicsit magasabb nálam, ez az igazság. Amikor megismerem, nem gondolok rá, illetve eltekintek tőle. De ahogy megyünk az utcán, erre most visszatekintve, bár ránk nézve ebből semmi sem következik. Jó, egyszer csak azt veszem észre, hogy én is megfordulok, hogy mit néznek, hogy mit néznek itt most vissza. Nem tudom, csak te tudod, hogy mit. Van aki így, van aki úgy, van aki ez, van aki ez, van aki más, van aki így, van aki úgy, van aki ez, van aki ez, van aki más, van aki így, van aki úgy. Hát igen, van aki így nézi a dolgot, van aki másképp, nem mindenki látja úgy, mint én. El kell ismerni, hogy van más világnézet is, például az anyám is azt mondja, hogy a világ ma már nem ugyanaz. Azt hiszem, ez nem gond, hogy valaki a világot másképpen látja, hanem az, hogy van, hogy a világ lehet ezek után is, hogy már nincs, és hogy a világnak így is van értelme. Istenem, hát a Istenem, végig hát a Különben én sokáig úgy gondolok erre a világra, láthatod, mintha még lenne, mióta nincs. Mindent úgy csinálok, mintha ő csinálná, úgy van minden, ahogy régen van. Van aki így, van aki úgy, van aki ez, van aki ez, van aki így, Régen az ember csak ott áll a világban, és nem gondolkozik el azon, hogy a világban, hogy csak úgy időzni lehet benne. Hát igen, egy látható világban jó lenni, ám egy láthatatlan megzavar mindenkit. Szóval azt mondják nekem egy nap, hogy a világnak vége van, és az anyám is ezt mondja. Na jó, én erre azt mondom, he-he, akkor én világvevő vagyok, he-he. Erre ő, mert ő még mindig az, ő ilyen, így beszélek rólad, de hisz ezt te is tudod. Csak az anyám mondja, hogy nem csinálok semmit, mint ma is, ha bejön hozzám, szerinte csak állok a fal előtt. Ő az, aki nem tudja ezt felfogni, ezt a falat, pedig ez a fal is fal szerintem. Legyen így, legyen úgy, legyen ez, legyen így, legyen így, legyen így, legyen úgy, legyen ez, legyen így, legyen úgy. Az a baj vele már, mint az anyámmal, hogy ezt már régen megmondom neki, hogy a figyelme a világ fele erőszakos, csak úgy belenéz a szemébe. A szemében én csak egy néző vagyok. Mit mondjak neki? Ahol nincs távolság, ott az élmény. Itt a falnál, itt áll nekem a világ fal fehéren. Ha itt áll az ember a falnál, jól látható a falon, azt mondja, én vetítem rá, ki tudja. Az olyan ember, mint én, mindig előre vetíti a sorsát, az ilyennek csak előre kell nézni, és látja, hogy mi van, pláne a hátulról világítja meg a nap. Persze ez a nap is olyan, mint a többi. Csak hogy az anyám ma megint belép a képbe, csak kettőnk közé áll. Behatol a világba, mint én régen.
Hiába gondolom, hát Istenem, hiszen egy ideig én is benne vagyok. Persze, ahogy az anyám azt mondja erre, hogy ilyen nincs. Hát bizonygatom, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne legyen. És egyre csak beszélni akar a fejemmel. Van olyan, akinél gondolkozni azt jelenti, hogy beszélni. Hiába mondom neki, hogy a világ, amikor az ember gondolkozik, nincs is. De amint abba hagyja a gondolkozást, elkezd lenni. A szemünk az, ami útba van, a nézésünk, ahogy kinézünk. Ez az, ami elfedi a világot előlünk. Az, hogy az öregem vak erre, az természetes. Csukott szemmel az ember önkéntelenül is átmegy gondolkozásba. Néha én is annyira elgondolkozom, hogy átmegyek alvásba. De amint nyitom a szemem, ez a gondolat is haldokolni kezd. Az a jó, ha a nyelv beszél helyettünk, ha a nyelv gondolkozik. Az, hogy megnyalom a szám szélét, alig érzem a nyelvemet. Ez persze már a nyelvhatáron túl van, ez bizony átmegy a falon. S a falon túl is folytatódik ez a keserű érzés. Van aki úgy, van aki más. Ő meg azt hiszi erre is gondolhat, meg arra is. Szóval amire akar, mert neki úgy látszik semmi se drága. Gondol egyet és se lát, se hal, mintha elveszteni a szeme világát. Ahogy én is téged, de én már nem tudok másra gondolni, mondom neki, csak erre a világra. Sajnos így nyitott szemmel a világ egy része látható csak, csukottal meg a legjobb része. Ide vesszőt teszek, Istenem, ez az én vesszőm. A gondolkozás végül is egy kirakós játék, összetesszük, amink van. Ezt mondom a világnak, amikor megismerem. Akkor is egy nagy fal előtt állok, mintha mindig is ez lenne a helyzet. Szóval itt van ez a fal dolog, sokan nem látják át, így az anyám sem. Van aki úgy, van aki ez, van aki más. Az ember jól elállít a szobában, a nagy szoba nagy és világos, legfeljebb ilyen dolgok jutnak eszébe, hogy mitől áll így el. Mindenki keresi magát, a megoldást, a kulcsot, az öregem is beadja. Te is, Péter vagy, mondja az anyám, mint az apád. Van aki úgy, van aki ez, van aki más. Azt mondod valakiről, hogy halott. Hogy érted, ezt kérdezem tőle. Mikor rólad beszél? Mert én is haldoklom egy ideje. Nem arról van szó, hogy eddig nem veszem észre. Csak nem gondolom, hogy ez az. Mire az anyám is mond valamit, mindig tud valamit mondani, ami nem fontos. Szerinte a világ véges, az ítéletidő ugyanaz. Állunk a fal előtt, egy gondolat bánt engem, hogy ez még mindig ugyanaz a fal, és hogy ezt most te onnan nézed. Mert ez itt faltól falig fal, így nem lehet megfogni a világot, mondom az anyámnak. Figyeld meg, hogy eltűnik, ha figyeled. Istenem, olyan ez, mintha egy filmet nézne az ember.
nehéz levenni a szememet róla. Persze az ember a tekintetében is gondolkozik. Az anyám meg persze odaáll mögém. Azt hiszi szegény, hogy most majd belegondol a fejembe. Megnézi, mit nézek. Ma ez a film, megmondom neki, de mindenkinek más. Van aki úgy, van aki más. Mindenki másképpen látja be, de ilyenben nálam nem nagy a belátás. Amúgy persze mindenki jó belát neki, persze tudom, hogy ez csak egy része belátható. He-he, lehet, hogy a legjobb része. Van aki úgy, van aki ez, van aki más. Most kellene filmet csinálni róla, fut át a fejemen. Most még olyan, mintha ő is lenne. Persze már nem az. Magamban úgy csinálok, mintha filmeznék. Nincs gépem, de berregek. A kezemet oda teszem a szemem elé. Látom, amit látok, átjátok az eszén, he-he. Látom, hogy azt hiszi, hogy még mindig ugyanaz a film megy. Persze, hogy türelmetlen. De hiába mondom neki, hogy a világ kiszámíthatatlan. Csak gondol egyet és van. Én például mindig legalább kettőt gondolok, tízig számolok. Csak azután lépek feltámadólag. Hiába mondom, ha az ember ilyenkor meg akarja közelíteni a világot, az legyen észnél, he-he. Persze, aki már látott világot, he-he, mondjuk úgy világot látott, az tudja, hogy mi nem érjük fel a magas szellemeket. Erre persze nevetni kezd, valami emberfeletti gyerek hanggal, mintha a te hangod lenne az. Hiába mondom, ne neves túl korán, mondom neki, hogy nevetéssel rosszat jelent ma, mert a világ nem bírja a nevetést. Van aki úgy, van aki ez, van aki más. De ő persze nevet csak. Hát igen, ez már más világ mondja. És fogja a hasát vagy lejjebb. És ez a nevetés már nem is az övé, he-he. Ez már nem is nevetés, emberi nevetés. Istenem, Istenem, miért teszed ezt velem? Mit nevetesz nekem, gondolom magamban? Hát én is nevetek fogaim kivillantva. Nevetek, mint akinek az arca csupa fogsor. És ráz a nevetés, rázom magam. Megragadom az alkalmat, sőt nem csak azt. Az ilyen élményt persze az ember ott ragadja meg, he-he. Ahol a legérzékenyebb. Legyen úgy. Istenem, Istenem, halálra neveti magát itt az ember. Ennél a falnál ott áll az anyám csupa fal. Nevet, még a könnye is potyognak. Potyog a fal is a vakolat. Nézi a falat, nézi a filmemet. Pedig csak a fal pereg. Van aki úgy, van aki ez, van aki más. Hát elfordulok tőle, mert látható, hogy nem tehetek semmit. Látom, hogy hiába beszélek neki. A falnak beszél ilyenkor az ember. Nem hallja meg senki, hát hallja, akinek füle van. A falnak is füle van. De akkor valami elmozdul a falon. Nem tudom megmondani, ki mozdul meg előbb. Nem tudom megmondani, te kettőnk közül melyik vagy. De az anyám hirtelen sírni kezd. Szerintem belát valamit. Azt kérdezi, hogy mit kezdjünk a sok halottal, akik itt jönnek, mennek, átmennek a falon. Annyi mindenen. S azóta csendben van. Én meg csendben gondolkozom. Ha ez gondolkozás neked, jó hallani az ablak alatt a kettest. Villamos hangosan kattog. Aztán elhal ez az a is. Már csak én gyakorlom az elhalást. Istenem, hát hall, Istenem, hát hall, Istenem.
halottak élén megcsillan a nap. A 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 halottak élén megcsillan a nap.